egy nagyon finom előételt készítek libamájból. A töknek, a kanadai sütőtöknek a szárából vágtam 4 szeletet, ilyen újnyi szelet. Egyszerűen csak beteszem a sütőbe. Petrezselyem pürét készítek hozzá, petrezselyem püré. Ugye a fehér répa az a petrezselyem gyökér, és itt van a petrezselyem zöldje is. A szárát összevágom egy kicsit, a levele az majd kell. Ez krumpli püré helyett tiszta szívből ajánlom, nagyon finom. Ízesítés nélkül csak egy kis vízben megfőzöm. Nem kell rá sok, mert egy 10 perc alatt megfőzik. Jöjjön a bodza karamell. Hát ez egy misztikus dolog, pedig olyan egyszerű, nézzék csak. Körülbelül egy evőkanálnyi cukrot beleteszek egy kis edénybe, hozzáöntöm a bodzaszörpöt, és öntök hozzá nem több, mint 0,5 deciliter vizet. Ezt is szépen fölteszem, és mikor ilyen aranybarna karamell lesz, kész van. És már csak a libamájat készítem elő. Így vágom a májat, egy gyönyörű szeletet, ez körülbelül egy 5 dekás szelet. Megsózom, mert mint tudjuk, a szárnyasok, tehát a kétlábúaknak a máját lehet sózni, a négylábúakét nem, mert az kemény lesz. Elkészült. És ezt már csak megsütöm. Elkészült a karamell, gyorsan öntök bele egy kis bort, elkeverem, jól néz ki, ugye? És ez a mártás. Megnézem, hogy áll a petrezselyem karika, nagyon jó, megy is bele a turmixba. Adok hozzá egy kevés vajat. Forró serpenyő. Tényleg egy pár csepp étolaj, mert ez a hízott libamáj, most sok zsír jön ki. Gyakorlatilag körülbelül 1-1,5 percet sütöm, és közben 2-3-szor megfordítom. Nézzék csak! Elkészült a máj, nincs más dolgom, mint összerakni az ételt. Gyönyörűen megsült szárazon, ez volt a cél, és összerakom az ételt. Petrezselyem püré, ide teszek egy kanállal, beleteszem a tököt, és ráteszek szeletmája. Itt egy kis petrezselyemlevél, amit így egyenesen szépen elszórok ide. És most a végére itt van a finom karamella. Ezért jól meglocsolom, ugye, hogy nem ördöngösség. Egyenek mindig jót, és élvezzék az ízeket.